A nemzeti ünnep a nemzeti összetartozás jegyében kell, hogy elmúljon, mint mindig, ahogyan megszoktuk ezt a Rákóczi Szövetségtől, viszont az idén egy kicsit beleszóltak a történések. Hogyan kénytelenek megváltoztatni a programot? A Rákóczi Szövetség életében egy visszatérő siker történet volt a diákutaztatás, vagyis a nemzeti ünnepeken, emléknapokon rendszerint több tízezer diáknak, középiskolás diáknak nyújtott lehetőséget a Rákóczi Szövetség arra, hogy utazzanak, hogy legalább egy határt lépjenek át, keressenek fel másik magyar közösséget, ünnepeljenek együtt, éljék meg az összetartozást, kössenek barátságokat, diákok, tanárok, intézmények. És ez a program a múlt évben is dacára a vírusnak egy kicsit átalakítva, de nagyon sikeres volt, hiszen alapvetően belföldi honismereti kirándulásokra indultak a diákok, március 15-én, június 4-én, október 23-án, és rendhagyó történelem órák keretében emlékeztek az egyes emléknapokra, illetve a nemzeti ünnepekre. Ezzel kapcsolatban hogyan alakult idén az első program? Az idejében a március 15-i programot két formában hirdettük meg. Egyrészt az iskolák pályázhattak arra, hogy egy szomszédos ország magyar közösségéhez utazzanak, de akár arra is, hogy egy rendhagyó történelem órát egy történelmi emlékhelyen töltsenek a diákok, és az a meglepetés ért bennünket, hogy rekordszámú iskola, mint egy 340 iskola, 15 ezer diákja jelezte az igényét a pályázat keretében, és hát örömmel tudom mondani, hogy mindenkinek biztosítani tudtunk egy olyan forrást, amivel az utazásához hozzájárulunk. Mit hoztak tulajdonképpen az ukrajnai történések? Ezzel együtt kialakult az a nemzetközi helyzet, ami most meghatározza a mindennapjainkat, és hát látjuk az orosz-ukrán háborúnak azokat a következményeit, amelyek a kárpátaljai magyarokat is, illetve az ukrajnai embereket is érintik, a menekülteket, és mindenki mást, aki most próbál menedéket találni sokan Magyarországon, illetve itt a közép-európai államokban. Mi a szövetség kérése most? Mi most arra kértük azokat a diákokat, akik utaznak a nemzeti ünnep apropóján, hogy járuljanak hozzá ők is szolidaritásukkal azoknak a diáktársaiknak az életéhez, akik most kénytelenek voltak adott esetben otthagyni a szülőföldjüket, akik most nehéz körülmények közé kerültek, és arra kértünk minden olyan diákot, aki utazik március 15-i nemzeti ünnepen a Rákóczi Szövetség támogatásával, hogy 500 forintot a zseppénzéből ajánljon fel alapvetően azoknak a kárpátaljai magyar diákoknak, akik most erre a támogatásra rászorulnak. Mi bízunk abban, hogy a diákoknak egyrészt egy felemelő élménye lehet, egy nemzeti ünnep apropóján találkozhatnak egymással, illetve olyan helyekre látogathatnak el, ami erősíti bennük 1848-49-nek az üzenetét, másrészt pedig egy jó cselekedettel is hozzájárulnak azoknak az embereknek, diáktársaiknak az életéhez, akik most erre nagyon rászorulnak. Elnök úr, volt-e már visszhangja a fölhívásnak? Mi azt láttuk, hogy minden iskola, akit megszólítottunk és kértünk arra, hogy ilyen módon járuljanak hozzá a bajba jutott emberek megsegítéséhez, igazából szinte egy emberként mondták azt, hogy ez a legtermészetesebb, és számíthatunk arra, hogy a diákokkal együtt az iskolák összefognak, és ezt a támogatást felajánlják. Mi pedig azt ígértük nekik, hogy ha ezek a támogatások összegyűlnek, akkor velük együtt az ő szoros tájékoztatásukkal igyekszünk azokhoz a diákokhoz, családokhoz eljutatni ezt a támogatást, akik arra most a leginkább leszorulnak. Volt-e kárpátaljai iskola, amely jelentkezett az utazásra, és most hát ez elmarad, illetve volt-e úti cél Kárpátalján? Volt több mint egy tucat kárpátaljai iskola is szeretett volna utazni, közülük többen jöttek volna Magyarországra. Voltak olyan iskolák is, akik Kárpátaljára utaztak volna. Nyilván ezek az utazások nem tudnak most megvalósulni, de látjuk azt, hogy nagyon sok kárpátaljai magyar középiskolás magyarországi kollégiumokban kapott elhelyezést. Ezek a diákok sok esetben nem tudnak a szüleikkel találkozni, és ezeknek a diákoknak szeretnénk első sorban segíteni abban, hogy az itt létük alatt amennyire lehet pótoljuk azt, amit most a családjuk nem tud nekik biztosítani. Éppen ezért az előttünk álló hétvégén is mintegy 160 kárpátaljai középiskolás diákot, akik Nyírbátorban és Mátészalkán vannak elszállásolva, őket meghívtuk a Sátoraljóvihelyi Rákóczi táborba. Szeretnénk neki ott egy jó hangulatú hétvégét szervezni, és hozzájárulva az ellátásukhoz is, így könnyítve azt a helyzetet, amiben ők most vétlenül és ártatlanul belekeveredtek. Nagyon fontos és nagyon jelentős gesztus, és
azt hiszem, hogy enyhíteni lehet, de bepótolni ezt a szép utazást nem, de reméljük, hogy hamarosan, amikor majd béke lesz, mindenki ebben reménykedik, hogy akkor utólag megvalósíthatók ezek a tervek. Isten adja, hogy így legyen.